Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor itt a végén ebéd előtt, ami megint nem a legoptimálisabb időpont. Azt hiszem, hogy pont az a szektor került ide a színpadra, amelyik az elmúlt egy-két órában kapott hideget-meleget, és ugye elhangzott több előadásban is, hogy egy elég központi szerepet kap a jövőben ennek az egész ESG koncepciónak a bevezetésében és gyakorlattátételében, és a mi felkérésünk arra szorítkozik most, hogy azt hiszem, hogy körülbelül 4-5 percünk van arra, hogy a Magyar Fejlesztési Bank ez irányú gyakorlatából egy pár fontos dolgot kiemeljünk, de mielőtt ebbe belekezdenék, csak megnyugtatásképpen, hogy mi ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint bármelyik szereplő ebben a témában. Mi is próbálunk kiigazodni ebben a hihetetlenül nehezen átlátható rendszerben, és csak egy érdekes példaként említeném meg, hogy 2 héttel ezelőtt volt szerencsém a Frankfurti Európai Bankkongresszuson jelen lenni, ahol nem tudom, 150-200 európai banki vezető és szakember vett részt, és az egész délelőtt az ESG fenntarthatósági témakörnek volt szentelve, ami azért eléggé jól mutatja ennek a kérdésnek a súlyát, és feltették a szavazásra a kérdést, hogy a résztvevők szerint ennek az egész ESG koncepciónak a bevezetésének, a gyakorlati alkalmazásának mi pillanatnyilag az egyik legnagyobb problémája, ugye volt több szavazási lehetőség, és 40%-kal a taxonómia összetettsége és nehezen érthetősége jött ki. Tehát ez mindenki számára elég egyértelmű, hogy így gyakorlati alkalmazás szempontjából ez rendkívül nehéz, de mi is próbálunk egy józan paraszti ész hozzáállással hozzáállni, és az valahol a korábbi felszólalók között egy cégvezető hölgy azt hiszem említette, hogy a mostani működésük nagy részében ezek a szempontok már beépítésre kerülnek és nézik, és ez nagyon jó, és nem kell mindent kitalálni, mi magunk is láttuk, hogy rengeteg minden már létezik a saját működésünkbe, csak ezt egy kicsit át kell nézni, ezen szempontok szerint egy kicsit koordinálni, és ami megvan, az természetesen nem kell újra kitalálni, hanem lehet, hogy egy picit új szempontrendszer szerint, de hogyha ezt újra összefoglaljuk, akkor már egy óriási lépést tettünk, és akkor itt a végén azt hiszem egy ilyen sovány malac vágtában, hogyha végig megyünk a pontokon, ha sikerül tovább lépni, de... Ja, felső, az alsó. Nyomtam. Tehát a bank tevékenységben tulajdonképpen 3 szinten jelenik meg az egész ESG adaptáció. Az egyik a szabályozói megfelelés, és már hallottunk nagyon sokat az MNB zöld ajánlásáról, ami valóban egy elég úttörő szerep, és a banki szektor transzmissziós szerepét veszi ezt tulajdonképpen elő, hogy a bankokon keresztül lehet a reálgazdaság szereplőit ezekre az információszolgáltatásokra, gyakorlati működésbevezetésekre nem jó szó, hogy rászorítani, de a mielőbbi adaptációt elősegíteni, és nekünk ugyanez a probléma a mi saját befektetőink felé ugyanígy megvan. Az MNB is a piacon, a nemzetközi hazai tőkehitelpiacon vonja be azokat a forrásokat, amiket utána a reálgazdaságba tud adni tovább, és teljes mértékben látjuk mi is, mint aktív tőkepiaci szereplő, hogy ez egy borzasztó erős elvárás. És mint fejlesztési bank, akire, ha valakire lehet mondani, hogy valóban ez a fenntarthatósági misszió érvényes, akkor a fejlesztési bankra valóban igaz, akkor nekünk ebben mindenféleképpen aktívnak kell lenni, és ezért az idejében egy dedikált terület is erre létrejött. És hogyha megyünk tovább a szinteken, hogy egy banknál ez hogyan jelenik meg,
Elsősorban a kezdetek az mindenféleképpen a bank saját működése, és itt a Követ Egyesület segítségével indítottuk el a Zöld Iroda programot, aminek most már tényleg a leges legvégén járunk, és még az idei évben megkapjuk a tanúsítványt, illetve a karbonlábnyommérésünk is az utolsó fázisában van. Elkészítjük az első fenntarthatósági jelentésünket, GRI standardek alapján készítjük, és tudjuk, hogy ugye most 2022-t írunk, 2021-re készül, de mindenféleképpen fontosnak tartottuk, hogy legyen meg az az első bázis, amihez képest utána a 2023-ban 22-re készített jelentést el tudjuk készíteni, és van mire tovább építenünk, hogy ez minél jobb legyen. Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a belső képzésekre, de erre most sajnos nincs idő. CSR tevékenységünk aktív, és a szabályozói zöld, MNB zöld ajánlások visszaköszönnek. Tehát a zöld ajánlás fókusza a kockázatkezelés. És ezt a banki rendszerben végigvezetni, hogy a fenntarthatósági szempontok hogy kerülnek be a banki kockázatkezelésbe, a vállalat hitel minősítésének milyen szintű elemét fogja képezni a fedezetértékelésnél, stb. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Megvizsgáltuk a saját portfóliónkat, és itt utalok vissza, hogy mi is rájöttünk, hogy természetesen a saját tevékenységünkben is már rengeteg kézzelfogható, fenntartható elem van, tehát a nemzetközi ICMA elemei, taxonómia ajánlások, rendeletek alapján végignéztük és azonosítottuk azt a megújuló energia, zöld ingatlan, zöld kötvény, KKV és oktatási finanszírozásokat, ami ebből a szempontból szóba jöhet. Ja, nem, rossz irányba mentem. És ugye ez a bank saját működése, de természetesen, mint bank, elsősorban az üzleti fókusszal kell törődnünk. Ugye itt két szint jön be, egyik oldalról a hitelezés, a másik oldalról pedig a forrásbevonás. A forrásbevonásnak az egyik nagyon fontos eleme a fenntarthatósági finanszírozási keretrendszer kialakítása, ami lehetővé teszi, hogy a nemzetközi tőkepiacról, vagy hitel, nemzetközi pénz- és tőkepiacokról zöld fenntartható finanszírozást vonjunk be, de ehhez meg kell pontosan határozni ebben a keretrendszerben, hogy mit tudunk zöld vagy fenntarthatóként megjeleníteni, és elkezdtük az együttműködéseket a nagy nemzetközi szervezetekkel, úgyhogy röviden azt hiszem, hogy ennyi. A jövőbeli tervek természetesen mindenhez kapcsolódnak, és a végén Katalin részére csak így emlékeztetőül a karbon lábnyom számítás közös munkájához, hogy azért itt van egy lábnyom, amit ha megnézzünk, lehet, hogy ez a világ legnagyobb, legmagasabb karbon lábnyoma, ugye ez a Armstrong első holdra lépő embernek a lábnyoma, hát ennek biztos, hogy óriási környezeti hatása volt, de itt az első fél időben a másik oldalon ültem, és volt egy szép kiírás, hogy minden egyes cselekedet számít. Ugye itt a szlogen, vagy nem szlogen, a mondás az volt, hogy kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek. Mi magunk is úgy tekintünk ebben az egész folyamatban magunkra, mint MFB, hogy mi megtesszük a mi saját kis lépésünket, és ennek a sikere csak akkor jön létre, amikor a sok egyes kezdeményezés majd összeáll. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi fér.